Nagybetűs élet, felnőtté válás és a vizsgákra való felkészülés ideje. A három leggyakrabban elhangzó köszöntő gondolat, amely szóba kerül egy szalagavató ünnepségen. Talán már elcsépeltek is, de mégis igazak, mondta Majorné Danyi Katalin igazgató helyettes a Vai Miklós Református Szakképzőiskola szalagavatóján. Az ünnep öröm a diáknak, a családnak, a tanárnak, hiszen láthatja, hogy több éves munkája beérett. Az utolsó életre szóló diák megmérettetések pedig valóban még csak most következnek. Hogy sikerüljön az a fellépés, amelyre annyit készültetek. Sikerüljenek a sokat begyakorolt lépések. Örüljenek szüleitek, szeretteitek, hozzátartozóitok. Aztán a fél évzárás, az érettségi és a szakmai vizsgákra való jelentkezés. A ballagás, a vizsgák apró kis gondjai, és sorolhatnám tovább. Lassan elenyészik az iskola védőburka körülöttetek, de ne bánjátok. Ne bánjátok, hiszen burok nélkül szabadon mozoghattok a lehetőségek gazdag mezőjén. Az igazgatóhelyettes azzal zárta köszöntőjét, hogy legyenek büszkék elért eredményeikre a fiatalok, zárásként pedig egy William Blake idézettel búcsúzott tőlük. Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökké valóságot, s tarts tenyeredben a végtelent. Kívánok minden kedves vendégünknek szép és feledhetetlen estét, amire nagyon sok évig fognak még emlékezni. Ezt követően megtörténtek a szalagtűzések, és minden négy osztály szórakoztató műsorral örvendeztette meg a szalagavató megjelent közönséget.